A sorsolás úgy hozta, hogy már a torna első napján találkozott egymással a végső győzelemre esélyesnek tartott két csapat, a házigazda és a Budafok. A találkozó az utolsó percig nyílt volt, végül a fővárosiak körülhettek 73-68-as sikerüknek. A második napon a pécsi PTA Pelc ellen 78-50-re győzött Kovács Tibor együttese, majd a vasárnapi zárónapon a Békés Csabai KK együttesét verték 74-53-ra a nyíregyháziak. Az első helyet a Budafok szerezte meg a Sunshine Nyíksi előtt, a harmadik helyen a Békés Csaba végzett, míg a pécsieknek a negyedik hely jutott. A nyíregyháziak 29 győzelemmel és 3 vereséggel zárták az idényt. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk a teljesítményre. Ezért dolgozott a csapat egész évben, hogy egy ilyen végjátékban tudjunk részt venni. Négyes döntő volt, és én azt hiszem, akik itt voltak és látták a mérkőzéseket és részt vettek ezen az MB2-es szintű mérkőzéseken, nagy élményben volt részük, és elsősorban a játékosoknak és a csapatnak, mert a közönség a csapat mögött volt végig, és én azt gondolom, a csapat is rászolgált erre a bíztatásra, mert nagyon jót teljesítek, nagyon-nagyon büszkék vagyunk a csapatra. Asztalos István 37 pontot szerzett, és 32 lepattanót szedett le a 3 mérkőzésen. A csapatkapitány szerint az első meccs utáni csalódottságot követően igyekeztek mindent megtenni azért, hogy kiszolgálják szurkolóikat. Mondhatjuk, hogy az első napán lement a döntő a mai eredmény alapján, úgyhogy igazából egy kicsit csalódottak voltunk, de a nézők miatt oda tettük magunkat, magunk miatt is, ugye augusztus óta már dolgozunk, nem tehettük meg azt se magunkkal, se nézőkkel, se senki mással azt, hogy ne tegyük oda magunkat. Úgyhogy én úgy érzem, hogy akkor az első nap után, amit lehetett, még kihoztunk a történetből. A Sunshine Nyíksi végül 50 NB2-es csapat közül bizonyult a második legjobbnak. Az egyesület elnöke elégedett volt a 3 napos torna színvonalával és hangulatával. Abszolút ilyennek képzeltem, leszámítva azt, hogy a győzelemre hajasztunk nagyon, és meg szerettük volna nyerni ezt a 4-es döntőt, de azt gondolom, hogy tényleg a szervezés gördülékeny volt, ezúton is köszönöm kollégáimnak, természetesen Nyíregyháza városnak is, hiszen ők támogatták ezt a rendezvényt, csak úgy, mint a megyei kosárlabda szövetség, és még nagyon sokan, hát látszott, akik kint voltak, és nap mint nap kijöttek a hazai mérkőzésekre, és olyan hangulatot teremtettek ebben a csarnokban, amilyen szerintem itt még nem volt, és igazi kosárlabda katlant varázsoltak, és ennek nagyon örülünk. A tornagyőztes Budafok feljutott az NB1 bézőr csoportba. A Sunshine Nyíksi elő sem zárult még be teljesen a harmadosztály kapuja, ha ugyanis valamelyik csapat nem vállalja a szereplést, a hírek szerint erre van esély, akkor a nyíregyháziak is osztályt váltanak.